Az Európai Unió Bizottsága és az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága névtelen bankkártyákat osztogat a migránsok között. Eltérő számok láttak napvilágot, 25 ezer-től 83 ezerig vezárólag. Az sem teljesen világos, hogy a bankkártyákra havonta mennyi pénz megy, de mindegyik forrás több ezer euróról beszél. Ez minden terrorista, feketéző, pénzmosó, bűnöző álma. Ennél nagyobb főnyereményt nem lehetne adni azoknak az embereknek, akik rossz szándéka jönnek Európába. Név nélküli bankkártya. A leghatározottabban fel kell ezen lépni, mind a a Fidesz frakció, mind a parlament szakbizottsága tanulmányozza azt a kérdést, hogy milyen szükséges ellenlépéseket erre, lehet erre ö, alapozni.